A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat közhasznú alapítvány 1999. áprilisa óta lát el gyermekmentési feladatokat az Országos Mentőszolgálat kötelékében. Ez a varázs, ez nincs meg egy másik autón. 22 év alatt 55 ezer esetellátás. A gyerek roham kocsiból, mozgó gyerek intenzív osztályból egy van az országban. 40 fő gyermekintenzíves orvos. 4 mentőegység, évi 4000 feladatellátás. Tegye a szívére a kezét az egészségügyi ellátó, aki, hogyha gyermekkel találkozik, akkor nincs benne félelem. Harcolok egy betegség ellen, harcolok egy tragédia ellen, és jó volt úgy hazamenni, hogy akkor most ez tényleg sikerült. Mert vannak csodák, de hogy ezek mikor jönnek, és miért jönnek, és miért pont, annál a gyereknél ezekre a választ nem tudjuk. Aztán persze vannak olyan esetek, amik időről időre így felvillannak, amikor bár mindent megtettünk, de nem tudtunk segíteni. Azért mindig benne van az emberben, hogy azért itt lehet nagyot hibázni is. Korábban ugye nem is láthattam ebbe bele. Mióta mentőszolgálathoz kerültem, mióta mentőzöm, megtanultam értékelni az életet. Akinek meg kell halnia, meg kell halnia? Nem tudom. Nem tudom ezekre a válaszokat. Mi a halál ellen dolgozunk, próbáljuk visszafordítani őket az úton, néha sikerül, néha nem. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudom a válaszokat. Hiszek magamban, hogy képes vagyok a sorstól kapott dolgokkal élni. Hiszek abban, hogy biztos, hogy van valami olyan hátsó segítség, ami tényleg az adott pillanatban előre viszi azt a sztorit, amiben előrébb kell lépni. Én hiszek abban, sokszor, mikor a helyszínen kint vagyunk, és egy súlyos sérültet látunk el egy gyermeket, hogy ő maga, az ő szervezete, az ő élni akarása, mennyire befolyásolja ezt, a mi munkánkat is. Ő is küzd, nem csak mi, az rengeteget számít. Egy mosoly. A szemedbe néz és rád mosolyog, és azt mondja, hogy nézd, micsoda autónk van. És ez tök jó. Igen. Csak bemutatunk neki egy mesét az autóba, és látni a boldogságot az arcán, és sokszor a fájdalom elmúlik, mert ez annyira jó leső érzés neki. Megkapjuk azt a kis pozitív visszacsatolást, visszaúton általában már mindig azon gondolkodom, hogy de jó, megint csináltunk valami jót. Másrészt megmondom, annyi jó kis sikerélmény ér minket, ami mindenki megerősít, hogy érdemes ezt csinálni. És vannak olykor megdöbbentő történetek, soha nem tudhatjuk pontosan, hogy mi is várott bennünket, inkább felkészülünk a legrosszabbakra is. Igazából szerintem a lelkedből mindig letörik egy darab egy tragédiánál, de hála Isten azért ez nem mindennapos. Van egy pozitív emlékem, amit sose fogok elfelejteni, egy szenteste történt, kaptunk egy riasztást, ahol egy csecsemő újraélesztéséhez kellett kimennünk. Elkezdtük a csecsemő újraélesztését, a beavatkozásokat megtettük, hatásossá vált, visszajött a gyermek. És ez a gyermek későbbiekben intenzív osztályra került szállításra, és ebből a problémájából hál' Istennek sikeresen felépült. Nekem lélekben nagyon sokat adott. Nekem ez volt a legszebb karácsony ajándékom. Ennyi. Készült a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat közhasznú alapítvány megbízásából. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával segítse munkánkat. A filmet támogatta a Magyar Fejlesztési Bank.